Köszöntöm a Kölcsey Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Ezüstérem ezáltal a női röplabda bajnokságot a Fátum Nyíregyháza. A hetedik helyen végeztek a szolnoki úszas döntőben a kékcápák. Győzelemmel fejezte be a szezont Egerben az NTK bajnok együttese. Két vereséggel zárult a nyíregyházi kosársuli pécsi túrája. A Betlen iskolában tartott élménybeszámolót Gedó György. Ezüstéremmel zárt a bajnokságot a Fátum Nyíregyháza, miután az Extraliga döntőjének harmadik összecsapásán 3-0-ás vereséget szenvedett a Vasasóbuda otthonában. A fővárosiak 3-0-ás összesítéssel szerezték meg az aranyérmet. Kicsit csalódásként értem meg azt a mérkőzést. Nem is elsősorban a mutatott játék alapján, hanem fejben nem voltunk tiszták. Tehát eléggé görcsösek voltunk, és fejben nem tudtuk kezelni a helyzetet. De hát már ezen sajnos kár keseregni, ez a múlt, ezt már nem tudjuk megváltoztatni. Inkább tényleg arra kell koncentrálni, hogy egy nagyon szép és sikeres szezont tudtunk bemutatni. És tényleg, ha valaki ezt mondta volna az év elején, akkor ráírtuk volna, de hát nyilván évközben megjött az étvágy, szerettünk volna sokkal jobb befejezést, mert ha már itt voltunk a döntőben, akkor most azért dolgozott mindenki, hogy megnyerjük. De az első két mérkőzésen nüanszokon múlt, hogy nem mi vezettünk, tehát akár lehetett volna itt is az előny, de a sportban nincsen ha. Ebben az évben a Vasasnak kell gratulálni a bajnoki aranyéremért, de én mérhetetlenül büszke vagyok a lányokra, hiszen azért mind a két döntőben egyedüliként a Fátum Nyíregyháza volt jelen, és az egyiket ugye hála Istennek sikerült is behúzni. És azért ne felejtkezzünk, ha a szezonról beszélünk, a nemzetközi szereplésről sem. Így van. Én úgy gondolom, hogy tényleg egy nagyon komplex és egy nagyon kerek szezont tudtunk futni, és ugye ebbe beletartozik a nemzetközi kupában is a Düdingen csapatát sikerült megverni, és a Mülőzzel is egy nagyon tisztességes mérkőzés sorozatot sikerült magunk mögött tudni, úgyhogy én erre is mérhetetlen büszke vagyok, illetve arra nagyon büszke vagyok, hogy tényleg a csapat egy csodálatos fejlődésen ment keresztül. Év elején, ahogy láttuk, egyéni képzettségek alapján kevesen gondolták, főleg mi a szakmai stábból is, hogy idáig el tudunk jutni. Nyilván ezért dolgoztunk, de azért ebben rettentő sok munka volt. Illetve mindenképpen szeretném azt kiemelni, hogy egy óriási öröm volt számomra, hogy be tudtuk vonzani a nyíregyházi szurkolókat. Tehát amellett a csodálatos dolgok mellett, hogy tényleg érmekkel sikerült megkoronáznunk az idei szezonunkat, mindenképp tényleg az egy hatalmas élmény volt, amikor az elődöntőben már gyakorlatilag teltházat sikerült produkálni. És én úgy gondolom, amit ígértünk évelején, hogy egy olyan csapattal lesz Nyíregyházának, hogy minden mérkőzésen küzdeni fog, és minden mérkőzésen hajtani fog, és büszkék lehetnek majd a nyíregyháziak. A mutatott élmények és mutatott nézőszám, ez azt jelenti, hogy most már tényleg Nyíregyháza is büszke kezd lenni az ő csapatára. Ugye a sportban csak az a biztos, ami már elmúlt, nagyon a bajnoki döntő után vagyunk még közeli az időpont. Az viszont talán már nem titok, hogyha mindegyik, akkor jövőre is Hollósi lesz a nyíregyházi csapatedző. Azt még nem tudni, hogy kikből álló nyíregyházi csapatedzője. A vezetőség már a szerződést elém rakta, és én alá is írtam ezt a szerződést, tehát az én fejemben tényleg az van, hogy jövőre is szeretnék itt Nyíregyházán dolgozni. Még rengeteg kérdőjel van, hiszen azért azt látni kell, hogy egy ilyen büdzsét összerakni, ami ugye segít abban, hogy nyilván megfelelő játékosokat tudjunk idehozni, az nem egyszerű. Kicsit, hogy mondjam, egy ilyen fegyverkezési verseny indult be a röplabdába, és meg kell tényleg nézni azt, hogy meddig lehet elmenni úgy felelősen, hogy azért itt minden rendben működjön ebbe az egyesületbe, és ennek megfelelően hogy tudjuk kialakítani a játékos keretet. Úgyhogy még nagyon sok kérdőjel van, hogy milyen csapattal, illetve milyen stábbal tudunk majd nekivágni a következő szezonnak.
de én mindenképp bizakodó vagyok, és mindenképp egy hasonló csapatot szeretnék összerakni jövőre is, mint ami idén volt, amellyel lehet sokat dolgozni, és amely hajlandó fejlődni. Ez a leglényegesebb. A hetedik helyen végzett az U20-as bajnoki döntőben a Nyíregyháza Blue Sharks. A Sitkó Ernő Lekli József páros által irányított együttes két győzelemmel és három vereséggel zárta a szolnoki finálét. Lehet, hogy furcsának hangzik az, hogyha azt mondom, hogy minden tekintetben elégedett vagyok a csapatnak a teljesítményével, hiszen ha végigmegyünk a mérkőzéseken, akkor nem mindegy, hogy milyen mérkőzéseket nyertünk és milyeneket veszítettünk. Amikor megérkeztünk, ugye az első napon a Szolnok csapatával játszottunk egy hazai erős csapat ellen, álltunk föl, akik nagyon jó teljesítményt nyújtottak, alapvetően nem tudtunk mit kezdeni a Szolnok idegen légiósával, tehát igazából nem volt esélyünk a mérkőzésen. A következő meccset a Pécs csapatával játszottuk, akik ugye az A csoportos U20-as bajnokságnak a bajnokai alapszakasz győztesei voltak. Őket megvertük egy olyan mérkőzésen, ahol végig tudtunk dominálni és végig mi irányítottunk. Majd ugyanezen a napon délután érkezett egy következő mérkőzés ugye a MAC ellen, ami eldöntötte, hogy ki fog a négy közé kerülni. Nekünk eléggé nehezítette a helyzetünket az, hogy a délelőtti Pécs mérkőzésen Sitku Marcinak és Mokánszki Máténak is kifordult a bokája, úgyhogy kellett egy picit ápolgatni őket, és afelé irányítani, hogy a mérkőzésen játszani kell. Szerencsére ezzel nem volt probléma, és a MAC-szal egy olyan mérkőzést tudtunk játszani, ami sokak elmondása szerint az egyik legjobb mérkőzése volt ennek a hétvégének, és azt hiszem, hogy büszkék lehetünk arra, hogy egy olyan nagymúltú csapat ellen, mint a MAFC, mi ilyen mérkőzést tudunk játszani. Ezt sajnos néhány ponttal szoros végjátékban elveszítettük, de mindenféleképpen örülök ennek a találkozónak, hogy ilyet tudtunk produkálni Szolnokon. Ennek tükrében ugye tudtuk, hogy nem jutunk négy közé, egy kicsit csalódott volt a csapat, és a másnapi óvodai kaszások elleni mérkőzésen nem sikerült győznünk. Majd vasárnap reggel 9 órakor a Honvéd ellen játszottunk, és senkit nem akarok megsérteni a saját csapatomból, és büszke vagyok a csapatomra, de ha csak ránézésre kellett volna megmondani, hogy mi lesz a mérkőzés végkimenetele, akkor azt mondom, hogy nincs esélyünk. Majd a 8. percben 20 ponttal vezettünk a Honvéd ellen, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a csapatunk ilyen mérkőzést is tud játszani, ilyen játékot is tud nyújtani, és a Honvédnak bármilyen próbálkozására. Ugye egészen elléptünk, próbáltak védekezést váltani, boxbusz egyes és zónavédekezést, és mindent kipróbáltak ellenünk, de szerencsére mindenre volt válaszunk, és hogy nagyon szép játékkal megszereztük a 7. helyet. Úgy gondolom, hogy nagyon jó eredmény az, hogy a csapatunk ott volt az ország legjobb 8 U20-as csapata között, és azt hiszem, hogy mindenféleképpen bizonyítottuk, hogy ott is van a helyünk. Fazekas Csaba lett a torna döntő pont királya, ő szerezte a legtöbb értékindex pontot, és beválasztották az ország ötödikbe, és ami 7. helyezett csapatból nem nagyon szokás. Nem nagyon szokás, de úgy gondolom, hogy ez nem meglepetés, hogy Csabinak ilyen a teljesítménye, és az sem, hogy ilyen játékra ő képes. Azt hiszem, hogy ez mindig egy picit kétélű fegyver. Nagyon kiemelkedik Csabi, nagyon jó játékos. Néhányszor ott a kulcs szituációkban nem könnyű ezt kiválasztani, és sokkal rutinosabb és sokkal nagyobb tapasztalata rendelkező játékosoknak is nagyon nehéz kiválasztani. Néhányszor talán kellett volna a csapattársait is bevonni a MAFC végjátékánál, és akkor lehet, hogy szorosabban vagyunk, de nem kérdés, hogy nélkül az extra teljesítmény nélkül, amit ő nyújtott, nem juthattunk volna el egy ilyen szoros végjátékhoz sem. A magyar kosárlabda, férfi kosárlabda közvetlen utánpótlását láthattátok Szolnokon. Ennek tükrében hogy látod, milyen lesz a jövő? Ha ezeket a mérkőzéseket, vagy ezek alapján kellene megmondanom, hogy milyen lesz a jövő, akkor lehetek derülátó, hiszen nagyon jó mérkőzések voltak, nagyon szép küzdelemmel, és azt kell, hogy mondjam, hogy szinte minden találkozó élvezetes volt, és szépen küzdöttek a srácok. De ez nem elég ahhoz, hogyha nincsenek ott az A-csoportos csapatokban, és nem játszanak ezek a játékosok folyamatosan a csapatokban, akkor nem fog a válogatottunk komoly mértékben előrelépni. Szerintem ezen a hétvégén is bizonyították a magyar fiatalok, hogy érdemes rájuk építeni, hogy érdemes néhány játékost berakni a felnőtt csapatokba is, és lehet, hogy nem ez hozza meg a legrövidebb sikert, de hosszú távon biztos vagyok benne, hogy minden csapatnak kifizetődő, hogyha néhány ilyen tehetséges játékost foglalkoztat az A-csoportos csapatok közül is.
ennek az U20-as csapatnak jelen állásként csak lett volna még egy fellépés, hiszen kiharcolt, hogy ott legyen az EJB-je tallinni szuperdöntőjében, viszont ha minden igaz, akkor nem tudtok elutazni. Miért? Igen, sajnos nem fogunk tudni elutazni. A harmadik mérkőzése az NB1B rájátszásának a Veszprém ellen május 10-ére lett kiírva. Szerettem volna elmozdítani erről a napról előre, utána. A Veszprém azt mondta, hogy ha bárhová mozdítjuk a mérkőzést, az az ő csapatának rossz, és az ő csapatának a körülményeit sújtja. Éppen ezért mi elfogadtuk ezt a május 10-i időpontot. Nem is tudunk más tenni, hiszen a hazai csapat határozza meg a mérkőzéseknek az időpontját. Remélem, hogy, illetve nem tudom, hogy remélem-e, hogy lesz harmadik mérkőzés, mert az lenne a jó, hogyha 2-0-val mi mennénk tovább, és már nem lenne harmadik mérkőzés, de ha van harmadik mérkőzés, akkor is szeretném, hogyha tovább tudnánk menni a Veszprém ellen. Még akkor is természetesen tudjuk jól, hogy a Veszprém az alapszakasz győztese, tudjuk, hogy erős csapat, de azt hiszem, hogy egy ilyen rájátszás párharc előtt mindenféleképpen látnunk kell azt, hogy hol tudjuk mi őket megverni, és most egyelőre látjuk azt a lehetőséget, meglátjuk, hogy sikerül-e. Mi szóltak a srácok ahhoz, hogy lemaradtak egy olyan élményről, ami azért valószínűleg eddig kosaras pályafutásuk egyik legnagyobb élmény lett volna, hiszen Zalgiris Kaunas, ha csak egy csapatot említünk, és több olyan ellenfél várt volna rájuk, akik azért minőségi kosaradat képviselnek. Nem kérdés, hogy senki nem örül annak, hogy nem tud elmenni erre a tornára. Reméljük, hogy lesz jövőre lehetőségünk, és részt fogunk tudni venni még hasonló tornákon. Győzelemmel zárta a szezont a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NB egy utolsó fordulójában már bajnokként pályára lépő NTK Egerben nyert 5-3-ra. Úgy utaztunk erre a mérkőzésre, hogy bár különösebb tétje számunkra nem volt, de az Eger csapatának a dobogóért való harcban még mindenképpen fontos lett volna pontot vagy pontokat szerezni, de mi úgy gondoltuk, hogy nem fogjuk lebecsülni az ellenfelet, és a legjobb összeállításba próbálunk pályára lépni, és igencsak komolyan venni a mérkőzést. Rögtön az első sorban a Hakker Dezső egy nagyszerű meccset vívott az EJAK egyik stabil játékosával, de sajnos a Dezsőnek néhány fán múlva elmentek a csapatpontos szerzési lehetőségei, míg mellett az Szolika Miki is csupán 4 fával kapott ki a hazaiak játékosával, így azt lehet mondani, hogy pehesen kezdtük az első párosítást. Néhány fás hátrányban, 28-fán hátrányban, illetve 0-2 volt a szettarányunk. A középső sorban mindenképpen a 2 pont megszerzése volt a célunk, bár hozzáteszem, hogy a Fehér Bélát nagy meglepetésre megverték a hazaja egyik legjobb, legstabilabb játékosa, és néhány fával csupán végig kielezett párharcban, míg mellette a Szegő Levente az meg leiskolázta az ellenfelét, így már átvettük csapatfába a vezetést, de még pontszerzésileg még 3-1-re a hazaiak vezettek. Az árulsóban mindenképpen a Kastora Zsoltal úgy kellett pályára lépnünk, hogy mind a 2 csapatpontot meg kell szereznünk, illetve a fát is meg kell tartanunk. Hál' Istennek jól sikerült a Zsoltinak is, meg jó magamnak is. Villámrajtot vettünk, és folyamatosan húztunk el a párharcainkba. Olyannyira, hogy már a harmadik szett végén a Kastora Zsolti 3-0 arányba vezetett, így a Lánski János felment cserébe, míg az én helyettem is az utolsó szettben már Szlovenszki Attilának is lehetősége volt az NB1-es csapat bajnokcsapatban gurítani, és egy örömjátékot produkálva sikerült behúzni az 5-3-as győzelmet, és úgy gondoljuk, hogy ezzel mindenképpen fel tudtuk tenni az íjra a pontot. Igazából jól indult a bajnokság, a 7. fordulóig folyamatosan győzni tudtunk, és ott jött egy komoly hullámvölgy, ahol 3 mérkőzésen is pekesen játszottunk, illetve azt lehet mondani, hogy Szegváron egy végképp rosszul játszott a csapat. Az volt a hullámvölgy, viszont onnantól kezdve, és még természetesen hozzátenném, hogy a hazai Eger elleni vereségünk is meglepetés volt. Mindenképpen néhány fán múlott, de onnantól kezdve már nem tudtunk hibázni, folyamatosan nyerni tudtunk. A tavasz folyamán veretlenek lettünk, minden mérkőzésünket, illetve egy bátonytereni mérkőzésünkön döntetlen lett, minden mérkőzésünket ponttal, pontokkal tudtuk befejezni, és azt lehet mondani, hogy azzal az Egerrel szemben, aki 2 ponttal vezetett az őszi szezonban, most így a tavaszi szezon végére 7 pont lett a különbség, és ebből is látszik, hogy mennyire sikerült nagyon jól játszanunk tavasszal, és hozzáteszem, hogy a másik helyezett BKV előrével szemben is 5 ponttal zártuk ezt a bajnokságot, úgyhogy ahogy az egri csapat is nyilatkozott, hogy mindenképpen a legjobb csapat jutott fel a Szuperligába.
egy év szünet után kerülsz fel, ismét a legmagasabb osztályban Nyíregyházi együttes, gondolom nem átszáll, hogy ezt szeretnétek váltani. Marad ez a keret, bár lehet, hogy picit mikor a kérdést, terveztek-e valamilyen változtatást? Szeretnénk mindenképpen több évet eltölteni, mint hogy az előző etapunk is 5 évre nyúlott a Szuperligában, úgyhogy bízunk benne, hogy nem csak átszálló jegyet váltunk. Nyilván a Szuperliga az egy más kávéház, ezt már tudjuk. Igazából, hogy erősítünk vagy nem, Nyíregyházára nagyon nehéz erősíteni a földrajzi elhelyezkedés szempontjából, illetve a másik nagy probléma az anyagi keretek, mert azért valljuk be őszintén, mi egy amatőr sportklub vagyunk, szívünket, lelküket tesszük ki, de nem igazán tudunk profi játékosokat, profi játékos hegyeket ideigazolni, mint a nagy csapatok a Szuperligában. Bár mindig benne van a lehetősége ebbe a nyíregyházi közegben, hogy akár felkarolják a csapatot, és akkor lehetne egy fél profi társaságot is összehozni. Dolgozunk rajta, hogy melyik utat válasszuk. Én úgy gondolom, hogy ez a társaság, aki most visszajutott, és hogyha edzésmunkában még egy picit tudunk fejlődni, akkor ott lehetünk a következő évben is, meg az azután évben is a Szuperligában, de úgy gondoljuk, hogy ezt mindenképpen majd a nyáron fogjuk látni, hogy melyik irányt választja a Nyíregyházi Teke Klub. Meddig tartanak a levezető edzések, mikor kezdődik a nyári pihenő? Igazából most hosszabbra fog nyúlni a levezető, bár az országos egyéni döntőben már nincsen érdekelt játékosunk sajnos, azonban május utolsó hétvégén, azaz június első napjaiban a Kárpát-kupát, a jubileumi Kárpát-kupát fogjuk megrendezni, ugyanis 20. éves már a Nyíregyházi Teke Klub ebbe az évbe, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon nagy évszám számunkra. Ekkor a szokásos külföldi csapatokat fogjuk majd vendégül látni Nyíregyházán, illetve egy másik meghívásnak teszünk eleget. A Nagysáros csapatánál, Szlovákiai Velkisároson veszünk majd részt június 22-én egy nemzetközi tornán, ugyanis a sárosi sport élet 100 éves évfordulója alkalmából rendeznek egy különleges tornát, ahol a nyíregyházi testvércsapatot is meghívták. Két vereséggel ért véget a nyíregyházi kosársuli pécsi túrája. Farkasinszki Gyulány együttese a Pinkesétől és a Peasztól egyaránt kikapott. Az első mérkőzés az azt mondom, hogy egy kicsikét számomra hagyott kívánnivalót maga után. Nem azért, mert ugye, hogy a számszerű különbség, hanem inkább az, ahogy tehát a picit lélektelen volt maga a játék, tehát nem láttam azt az akaratot és azt a felszabolott játékot, amit ugye én látni szerettem volna ezen a mérkőzésen. Az is tény egyébként, hogy amikor az a sor volt a pályán, aki ugye nem játszik NB1-es mérkőzést, akkor kimondottan közel tudtunk kerülni. Olyan megoldásaink voltak, ami valóban egy nagyon szép volt és szemet gyönyörködtető. Ettől függetlenül ott egy pici hiányérzet azért volt benne minden tekintetben. Este azért leültünk, kicsit beszélgettünk a lányokkal, hogy hát végül is itt azért vagyunk itt, mert szeretjük ezt a játékot, és nem azért, mert bennünket ide kényszerítettek, és egy kicsit jobban élvezzük, lazábban játszunk, mert ugye végül is a kosárlabda egy szép játék, tehát nem kell itt mindenféleképpen rágörcsölni. És a második mérkőzésre a Peac ellen valóban úgy jöttek ki a lányok, hogy mindenki vállalkozott, olyan gyönyörű megoldásaink voltak az ellenfél védekezésen, tök mindegy, hogy most embert fogott, egész pályázott, vagy éppen zónát védekezett, hogy tényleg öröm volt nézni. Az egy kicsikét ugye megnehezítette a dolgunkat, hogy a Dorina az ide korán kipontozódott, és ugye így a két magas lánnyal kellett megpróbálnunk a mérkőzést játszani, mert ugye az volt a nagyobb gond, hogy náluk körülbelül 5 magas lány volt a csapatban, és így nekünk ugye a Palánk alá mindenféleképpen muszáj volt kettőt bent tartani, ha tetszik, ha nem. De szerintem itt élvezték a lányok, jól játszottak, nagyon sok olyan megoldás volt, ami a jövőre nézve szerintem pozitív lehet, és ugye ami számomra még inkább megmutató volt, ugye csak a komplet junior sorral kezdtünk, és azok, tehát tényleg olyan játékot produkáltak, amit azt mondtam, hogy na ez talán jövőre olyan lehet, amiből lehet építkezni, tovább lehet belőle valamilyen szinten fejlődni, és ugye a két kadettkorú játékosunkat is pályára küldtük, és tényleg megbízhatóan, odafigyelve, jó védekezéssel, sőt azt mondom, hogy még pontokkal is hozzá tudtak járulni ehhez a mérkőzéshez, tehát én maximálisan elégedett vagyok most a lányokkal. A hétvégén ismét lehet visszamenni a Dunántúlra, Tatabányai meccs következik, gondolom hasonló esélyekkel. Így van, tehát ugye olyan rosszul hangzik ez állandóan felsorolni, ugye hol milyen játékosok vannak. Ugye régen nekünk is megvoltak ezek az előnyeink, hogy itt voltak a rutinos játékosok, itt voltak azok, akik azért tapasztalt játékosok voltak, de így haladunk tovább, a mi játékosaink is lassan rutinosak és tapasztaltak lesznek.
Az igazság, hogy ez megint nem egy könnyű ellenfél, bárhol is nézzük, ráadásul ugye idegenbe megyünk. Ugye ez a mérkőzés elméletileg ugye itthon lett volna, de a Tatabánya kérésére mi pályaválasztó jogot cseréltünk, és így már utólag nem biztos, egy baromi jó döntés volt ez, de hát mindegy, akkor a kértek tőlünk, mi pedig általában mindenkinek segítünk, aki valamilyen kéréssel fordul hozzánk. Hát így most elmegyünk, ugyanúgy megint utazunk egy jót, reméljük, hogy most az idő kegyesebb lesz hozzánk, mert azért Pécsre esőbe mentünk, esőbe jöttünk, tehát azért az nem volt egy egyszerű utazás. Hát most megpróbálunk mindent, tehát én azt mondom, ugyanúgy, amit eddig mondtam, hogy játszunk, kosárlabdázunk, élvezzük a játékot, és abból bármi kijöhet. Egy szoros eredmény lesz, akkor én azzal elégedett vagyok, ha meg nyerünk, akkor biztos, hogy ilyen tortákat sütünk, meg valami hasonló dolgokat adunk elő. De ettől függetlenül a papírfó még mindig azt mutatja, hogy a Tatabány az esélyesebb ezen a mérkőzésen. Nyíregyházán járt Gedő György, a 70. születésnapját közelmúltban ünneplő olimpiai bajnok ökölvívó a Bethlen iskolában tartott élménybeszámolót az intézmény diákjainak. Gedő Gyuri bácsinak a 70. születésnapja az a napokban volt, és róla lesz egy kis megemlékezés, illetve hát ő is érkezik majd, és ő is majd a gyerekeknek tart egy élménybeszámolót, úgyhogy egyértelmű, hogy a Magyar Ökölvívó Szakszövetségnek az elnökének ott kell lenni helyben, és örülök, hogy megint találkozhatok itt a gyerekekkel, hiszen legutóbb, amikor itt voltam, akkor is egy nagyon jó kis beszélgető show alakult ki köztünk, és a gyerekeket azt hiszem, hogy valamilyen szinten tudtam motiválni is. Először is Isten éltesse 70 éves Gedő Györgyöt. Azt tudjuk, hogy a Magyar Ökölvívás mit kapott Gedő Györgytől, de mit kapott Gedő György a Magyar Ökölvívástól? Most már 2 éve országos szakfelügyelőként dolgozom a szövetségben, most elkezdem a 3. évet. Én bízom benne, hogy nagyon sok fiatalt sikerül meggyőznöm az ökölvívó sport szempontjából, és az ökölvívó sport javára, hiszen nem boxról, meg bunyóról beszélünk, hanem ökölvívásról, és ez orvosról nagyon nagy különbség. Tehát ezt, ha én tudnám zongorázni, akkor én nem is tudom, talán én lennék a legújabb zeneszerző. Az az igazság, hogy gyerekeket meg kell tanítani a mai felfogásuk mellett az ökölvívó sportra, hiszen mi versenysport vagyunk, és nem egyszer és nem kétszer mondtam el azt, hogy nem küzdősport vagyunk, hanem technikai sport vagyunk, és a technikai sport mellett pedig nagyon hirtelen, hogy is mondjam, csak ilyen feltalálónak kell, hogy legyen az a fiatal, aki felismeri a helyzetét, a helyzet kihasználását meg tudja oldani. És erre rá kell vezetni, rá kell tanítani. Mert ha valaki nem tanulja meg, mert ezt meg kell tanítani, és nem tudja az edző megmagyarázni neki, akkor baj van. Hiszen ez annyit jelent, amikor a versenyző bemegy a szorítóba, és akkor levizsgáztam a gyerekeket, akkor azt mondom, hogy ezt a vizsgát, amit tanultatok, és amit kaptatok most tőlem, ezt alkalmazni kell. Tehát az alkalmazkodó készség az nagyon fontos, és az az adottság, ami a gyerekben van. Tehát csiszolatlan gyémántok tulajdonképpen ezek a gyerekek, és ezeknek a gyerekeknek mellé meg kell magyarázni, mint pedagógus, hogy tulajdonképpen az ökölvívó sportágnak milyen jelentősége van. Meg kell értetni az emberekkel, a szülőkkel is meg kell értetni, hogy a mai világban nagyon fontos az ökölvívó sportágnak az oktatása, tanítása, hiszen olyan tulajdonságokat rejt magába az ökölvívó sportág, amiket nem lehet nélkülözni a mai világban. Viszont lehet visszafogni azokat a dolgokat, amik nem hasznosak. Hát a túlzott anyagiasság, az, hogy én most mennyi pénzt fogok keresni, ez nem az egyéniségről szól, nem róla szól, a saját magáról szól, a versenyzőről, a gyerekről, hanem arról szól, hogy ő mit kap majd, vagy mit fog majd kapni. Hát az döntsék majd akkor el, amikor már jönnek az eredmények, és amikor már siker van. Na most ehhez kell felnőni, ehhez kell felnőveszteni a gyerekeket. Én, mikor elkezdtem az ökölvívó sportot, 7 éves voltam, és ma már azt mondom, hogy 4-5 éves korban már rá kell vezetni a gyereket. Minden egyes lépés egy ütés, és ezt így kell tanítani. Valamikor a mi idősebb versenyzőink, korosztályok, a világ egyik legnagyobb edzője volt Adler Zsigmond, aki nekem nevelőapám volt,
és én nagyon sokat tanultam tőle, és ma is tanulok, és soha nem, a szám, nem hazudott el a számból az, hogy én valamikor is azt mondtam volna, hogy én mindent tudok. Nem igaz. Ilyen nincs. Mindig újat tanul az ember, mindig jön egy érdekesebb változat, és ezt is meg kell tanítani a közvéleménnyel is, hogy az ökövívósportág egyáltalán nem egy szadista sport, hanem az ökölvívás. Hiszen vannak olyan sportág, lehet látni, például most nem menjünk messzire, nem bántani akarok egyetlen sportágat se, de mi a 15. helyen állunk a sérülések és halálozások szempontjából. 1911-ben Bingede János tette le az alapokat az ökölvívósportág szabályai. Nálunk nincs rugdosás, de lehet látni, a tévében adják, elég melegen, hogy mennyi pénzt fizetek azért, hogy valakit jó fejbe rúgnak. Nálunk, ha valaki elcsúszik, egy versenytársam elcsúszik, oda megyek és fölemelem. Fölsegítem. És egyenrangúak leszünk újra, és akkor az úgy szép. Azért sportról, azért beszélünk sportról. Tehát ez nagyon fontos, ezt meg kell tanítani a gyerekekkel, és azt is meg kell tanulni nekik, az intelligenciát, a műveltséget, és sokat kell olvasni, hogy művelődjenek, és ne nézzenek le bennünket. Az ökövívósportág, az önvédelem nemes művészete, és ezt kell megtanítani a gyerekeknek, mert csak így szép a sportág. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.